Igaz, abból a korábbi az NB2-ben volt. Ez egy remek lekészítés, ott a lövés, és bevágódik a labda a rövid alsó sarokba. A gólszerző Stieber úgy, ahogy kell, visszahúzza a rövidbe. Takarásból semmit nem láthatott ebből Odintsov. És ezúttal is, akár csak a múlt héten, Bognár készít elő. Gera jöhet a sarokból. És egy fejes, ami bepattan a túloldalon a kapufa mellé, Szatmári egyenlít. Gera szöglete, és Szatmáriról vagy elfeledkeznek a védők, vagy könnyedén rázza le magáról Hely Viktort, akinek nem volt esélye kiszorítani a játékból Szatmárit. Szép csúsztatás. 4 DVTK szöglettel szemben 2 MTK sarokrugás. Ott is van a fejes. Gól azonban ebből nem születik. Gera! Keményen megkínálta Demjént. Kádár kicsit féltette a lábát. Pernambuco. Akolace. Ott a jobb lábán. Akolace lő! Nagy védés! Kialakulnak a párok a 16-oson belül. Pernambuco tehát élesen kapu elé, és Holdanfról megy mellé. A DVTK kispadján eddig 35-ször győzött. Most viszont lehet, hogy nem fog. Kovács Mátyás. Kovács középre néz. Kovács Tíber. De még mindig ott van. Antonov. És gól! Antonov góljával megint megszerzi a vezetést az MTK. Ez egy remek megmozdulása, hogy Kovács Mátyás betolja a védők mögé, középre néz, és Stiebernek ugyan nem jó a labda, de Antonovot hiába van ott előtte 3 védő, nem támadja igazán senki. Átveszi a labdát. Holdanf indul be. Egyből középre. Érkezik Stephen, és öngól! Rosszul találja el a labdát. Megítélésem szerint Stephen. Közben pedig egy DVTK labdaszerzést. Lukács. Lukács, és 3-2! Egy perc alatt fordít a DVTK. Lukács és Franciu hozza össze a gólt. Középre néz Lukács. Ott érkezik a csapattárs. Egyből pattanás nélkül. Antonov tehát. És ott van egy újabb fejes, és ott van egy újabb gól. Ezúttal az MTK egyenlít. Kanyarodik befelé a labda, és véget leginkább saját csapattársa zavarja, senki nem foglalkozik vele. Most jön befelé a labda, és elmegy Holdanf lábai között, de még mindig ott van.